443, 444, 10 közül 9-en, azért így jutnak be hozzánk. Meg is ismerkedünk a 10 új játékos jelöltel személyesen. Kuczynski Kornél Szentendre, Albert Sándorné Baja. Tegyék közös államhatáraink hossza szerinti csökkenő sorrendbe Magyarország szomszédait, tehát melyikkel van a leghosszabb határunk, és így tovább a legrövidebb felé, íme. A, Szlovénia, B, Horvátország, C, Románia, D, Szlovákia. Nos, hát akkor kezdjük a leghosszabb határszakaszunk, 679 kilométer, Szlovákiával van D, 453 Romániával C, 355 Horvátországgal B, és 102 Szlovéniával A, D, C, B, A, lássuk hányan találták el. És a leggyorsabban Kuczynski... Na itt a következő sorkérdés. Tegyék időrendbe a felsorolt angol hadvezéreket. 1. Sir Francis A. Sir Francis Drake B. Nelson admirális C. Montgomery tábornagy és D. Oliver Cromwell. Nos, egészen a 16. századig megyünk vissza, mert akkor élt Drake A, 17. század Cromwell B, 18-19. század Nelson B, és Montgomery 20. század C. A, D, B, C, lássuk hányan találták el. És Albert Sándorné, 10,33, tessék parancsolni. Nagyon örülök, pedig csókolom, tessék, nem is játszani. A kedves Edith, ha megengedi, hogy így szólítsa, hogy mert nem. Már szólítottam így, ugye engem igen. Abszolút nem lep meg, hogy ön történelemben ennyire jó, mert hát azért régen-régen játszottunk igen, már együtt, igen. Ugye? Barkóbász, jókat. Igen. De az, hogy ön kollégina is volna Baján, azt nem tudtam. Hát a Bajai Rádió nyugdíjas műsorát csinálom. Hát kedves. Már körülbelül 7 éve. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Ez igen. És kik kísérték el ezúttal? A lányom és a két iker unokám. Csókolom a kezüket a hölgyeknek. Jó, hát kedves Edith, legyen ön is milliómos. Köszönöm szépen. Lássuk az első kérdést 5000-ért. Mi a címe Várkonyi Zoltán Mándi Iván műve alapján készült filmjének? Csutak és a kék gebe, vagy a zöld tebe, vagy szürke ló, vagy Csutak és a Pepita orángután? C. Szürke ló. Megjelöljük a C-t, mert hogy Mándi Iván ezt a művet írta. Igen, itt a második 10000. Milyen szelet egy krémmel töltött ostyalapokból álló közkedvelt édesség neve? Ez a római szelet, vagy velencei szelet, nápolyi szelet, vagy pármai szelet? Ez is C, nápolyi. Ez is, megjelöljük a C. És a közönség, hogy tudja, már előleg, itt a harmadik 25000. Mit néz meg az, aki egy darab premierjére vált jegyet? Az utolsó előadást, a bemutató előadást, a főpróbát, vagy az olvasó próbát. B, a bemutató előadást. Mit jelent az, hogy premier vagy? Első. Megjelöljük a B-t, mert ez az első, vagyis premier vagy premier előadás. Akkor tűnj, milyen nem. Itt a negyedik 50000-ért. Melyik hegységünkben található Gajatető? A Börzsönyben, a Mátrában, a Pilisben, vagy a Bükkben? B, a Mátrában. De egyre gyorsan megyünk. Itt a B megjelölve, és helyes. Jó. Ha ez is megvan, kedves, amit garantál 100000. Melyik kémiai elem latin eredetű neve a szulfur? Ez a kén,
A réz, a szelén, vagy a vas? A, aki én. Megjelöljük az A-t. Lássuk, világos. No, eddig eljutottunk. Itt a hatodik, ha nem itt a hatodik. Hú, baja Budapest, baja. Igen. Meg kell tennie még egyszer, kedvesen. Engem boldoggá tesz. Várjon még egy picit, mert elbúcsúzom a nézőktől azzal, hogy felhívom figyelmüket a Népszabadság ránk vonatkozó rovatára. Erre a telefonszámra a közönség sorra bejelentkeznének. És Drót Posta címünket is nem sokára látják, viszontlátásra. Tartsanak velünk holnap este is. 18 óra 55 perctől új játékosok és új izgalmak várják önöket. Biomos. Az arénában már várja önöket Vágó István. Jó estét kívánok, tessék parancsolni az is. Tessék. Szeretettel köszöntöm Albert Sándornét, Editet ismét itt ebben a székben, akiről ugye a múltkori adásban kiderült, hogy kollégina, hiszen mondja el. A Bajai Rádiónak a nyugdíjas műsorát csinálom már 7 éve. Így is van, nagyon nagy hallgatottsággal, mint hallom. De hát azt itt nem tudjuk fogni Budapesten. Egyébként tanárnő volt, ugye? Igen. Ezt megelőzőleg idegenvezető is. Az is volt. Azt most is csinálom még, ha van. Komolyan? És járnakba jár a sokan? Kalocsára járok, német csoportokat vezetek, hajóval jönnek. Ezek szerint akkor a német az idegen nyelve. És hát azt kell mondanom, hogy a legfiatalabbakat megszégyenítő gyorsasággal jutottunk el az ötödik kérdésig, illetve azt is megfejtette, Edit, és következik a hatodik kérdés 200 ezerért úgy, hogy még van három segítsége. Itt a hatodik kérdés. Ki írta Jézus Krisztus Superstar című Webber Musical dalszövegeit? Peter Gabriel, Paul Simon, Robert Plant, vagy Tim Rice? Ezt sajnos nem tudom, úgyhogy a közönség segítségét kérem. Edith, ez azért egy klasszikus mű. Tudom, de nem láttam, és nem tudom, tudja, ki a zeneszerzőt. Tudja a zeneszerzőt? Nem tudom, ki írta. Akkor kérdezzük meg a közönséget. Jó. Kedves közönség, ki írta a Jézus Krisztus Superstar dalszövegeit? Nyomják meg valamelyik gombot most. Hát itt a... Ajjajjajjajjaj. Ettől féltem, hogy majdnem egyforma. Igen. Azért lep meg egy picit ez, megmondom őszintén, és feddőleg persze a fiatal közönségre nézek, mert hogy... Igen, hát ez egy klasszikus mű, és a zeneszerzőjének annak idején szinte állandó szövegírója volt az egyik. Hát a B-re tippeltek a legtöbben. Nem tudom, hogy hihetek-e. Hát engem ez lepett meg a legjobban, megmondom őszintén. Paul Simon. Milyen szövegeket írt? Hát felezzük akkor meg. Én azt mondom, felezzük. Igen, felezzük. Jó. Peter Gabriel vagy Tim Rice? Itt is egyforma majdnem az A és a D. Az A kapott, tehát Peter Gabriel kapott 19%-ot és Tim Rice 22%-t. Hát van még egy segítség. Annyit segítek, hogy a zeneszerző Sir Andrew Lloyd Webber. Tehát nagy valószínűséggel, ugye, Angol. Vagy amerikai. Nem? Angol. Angol. Így aztán igaz, hogy ez inkább Paul Simonnak a lett volna. Hát akkor a D az angolos hangzásuk. Ez érdekes. Jó. Megjelöljük a D-t. Webber, így is szokták mondani, Webber és valamelyik Jézus Krisztus, már a 70-es években nagy sláger. Nézzük.
Igen. Webber és Tibrász. Na ezen túl vagyunk, bár ráment két segítség. Itt a hetedik 300 000-ért. Ki volt első Erzsébet angol királynő édesanyja? Stuart Mária, Boleyn Anna, Viktória, vagy Véres Mária? B. Boleyn Anna. Lehet? Igen. Jó, megjelöljük a B-t. És az édesapja? 8. Henrik. Nézzük, jó-e a B? Ez jó, és nem a Bloody Mary, a D, a Véres Mária. Ez jobban meg, mint a Webber Rice, a Bentok opera. Itt a 8,5 millió forintért. Melyik magyar labdarúgóklub legendás csatára volt Bene Ferenc? A Ferencváros, a Vasas, az Újpesti Dózsa, vagy az MTK? Na hát, ezzel megfogtak. Bene Ferike. Na! No. Hát a nevére no. Emlékszem, csak azt nem tudom, hogy hol játszott. Hát, ha azt mondja, hogy Bene Ferike, akkor fog emlékezni rá. Hát van még egy telefonos persze. Segítsége. Felhasználjuk? Persze, Szedő István. Jó. Kicsoda? Szedő István. Szedő István. Jó. És ő kicsoda? Egy jó barátunk. Különben gépészmérnök. Jó estét kívánok, Vágó István vagyok, és Szedő Istvánt keresem. Jó estét kívánok, Szedő István. Tiszteletem. Hát gratulálok az ismerőséhez, kedves István, mert Edith, Albert Sándor, remekül játszik eddig, és én szerintem egy nem túl nehéz kérdésnél szorul az ön segítségére. Már is elmondja, parancsoljalak. Szia Pista, melyik magyar labdarúgó klub legendás csatára volt Bene Ferenc? Ferencváros, Vasas, Újpesti Dózsa vagy az MTK? Újpesti Dózsa. Így biztos? Biztos. Jó, jó, köszönöm. Szevasztok. Hát akkor C, Újpesti Dózsa. Ennyire bízik benne. Hát hiszek neki. Ő jobb sportban, mint én. Megjelöljük a C-t. És nem is tudja, hogy nem is gyanús, hogy jó nem, vagy nem jó? Nem értek hozzá sajnos. Sportban meg lehet engem fogni. Pedig 418 bajnoki meccsen 303 gólt rugott 61 és 78 között. 76-szoros válogatott. Na nézzük. Helyes, igen. Megvan a 1,5 millió forint. Megvan a 1,5 millió forint, és itt a 9. 800 000-ért, és egyedül maradt, kedves Edith. Nincs több segítség. Itt a 9. kérdés. Az alábbiak közül melyik tudományágban nem osztanak ki Nobel-díjat? A fizikában, kémiában, a matematikában, vagy az orvostudományban? Hát, én szerintem a matematikában. És megbízik a saját véleményét? Hát fizikai van, kémiai van, orvosi van. És matematikai? Hát akkor ezek szerint a negyedik, ami. És miért ne osztanának matematikában? Hát nem tudom, a fizika is gyanús, mert fiziológia szokott lenni. De az orvostudomány. Szerintem. Hát akkor pedig fizika van. Orvostudomány is van, kémia is van. Megjelöljük a C-t? Jelöljük. Jó. Megjelöljük a C-t. És a helyzet a következő. Vannak olyan hírek, vagy álhírek, hogy Nobel nem szeretett egy bizonyos tudóst. Mert hogy nőügyek kapcsolatban voltak nézeteltérései. Hogy ez a tudós, ez milyen tudományágban volt jeles, és hogy állítólag ezért lett volna Nobel bosszúja, nemes bosszúja, hogy nincs, ilyen Nobel-díj, megnézzük. Matematikus volt, igen. Igen.
Ez ugye. Na következzék a tizedik garantált 1,5 millió forintért. Melyik Verdi opera nem Schiller drámája alapján készült, de szép kérdés. A Haramiák, a Don Carlos, a Falstaff, vagy a Luisa Miller? C. Falstaff. Igen? Igen. Mert az? És a többi az Schiller? Hát úgy tudom, hogy igen. Haramiák, Don Carlos, Luisa Miller, a Schiller. És a Falstaff? Az nem. Ez a kiejtés is, a másik is, az nem. Mehet? Igen. Jó. Már is. Már is. Luisa Miller egy pillanatra nem fordult meg, hogy az esetleg nem Schiller. Lehet, nem tudom. Pedig helyesen gondolta, mert az az Ármány és Szerelem van. Valamelyik opera ezek közül képzelje el Shakespeare. Nézzük meg. A Windsori Vígről. A Windsori Vígről az alapja. Pompa, így is mondják. Bravo. Na menjünk tovább. Itt a 11. 3 millió forintért. De régen izzott ilyen vörösen ez a stúdió. Nem is olyan régen. Nagyon. Melyik növény nem rokona a körtének? A japán birs, a naspolya, a galagonya, vagy a gránátalma? Engedje meg, Edi, mert ez borzasztó veszélyes ez a kérdés. Tehát ha én inkább úgy fogalmazok, hogy melyik növény kevésbé rokona, mint a másik három, akkor ez így biztos pontosabb. Ugye, mert valamilyen szinten persze, hogy rokonok, de van három, amelyik közelebbi halmazban van a körtével, egy pedig távolabb. Most nincs előttem a galagonya, hogy az hogy néz ki. Ízzik. Tudom, vörös versben. Igen. Vörösen, veöresen ízzik. Én a C-re tippelnék, és itt nincs vesztenivalóm, úgyhogy galagonya. Mehet? Igen. Ja, megjelünk a C. Az, amelyik nem rokona a körtének, az a Mirtus virágúak rendjébe és a róla elnevezett családba tartozik. A másik három a körtével együtt a rózsafélék családjába. Lássuk, melyik az a család, amelyik róla van elnevezés, nem így rokon a körtének. Lássuk. A gránátalma félék családjának az, a többi a rózsafélék. Köszönöm szépen. 1,5 millió forint, kedves Edi. Gratulálok, ez a Raiffeisen Bank gold aranyszínű kártyája. Itt a nagy családnak engedje meg, hogy a fa alá esik. Gratulálok, köszönöm szépen. Talán egy kicsit gyorsan jött ez a válasz, 3 millióért, de hát örüljünk együtt.